Ngava tör előre a jobb oldalon. Ngava Kabát mellett elmegy, Simon egyenlít. Amikor letelik a 45 perc, ugye megindult a pécsi csapat, eladta a labdát, és ebből kontrázott, és szerzett gólt hazai környezetben az Újpest. Simon Krisztián a negyedik gólját lövi már a szezonban. Ezúttal is ő válaszol tehát a pécsiek vezető góljára, és vége is az első félidőnek időközben. Létszám fölényben voltak belül Kabáték. Fodor kénytelen volt Kabáttal tartani, elment mellettük a labda. Gőce pedig csak belekapni tudott ebbe.